Itt balhé van, Zalaegerszegi volt az utolsó 10 perc, meggyőződésem, hogy Horváth András, aki keresztül futott a labdán, az ő lövésére számítottak, és így nem álltak föl a beadásra. Igen, itt pedig Dosszó, akit ugye, mint hallottuk, Csank Jánostól lesre kellett volna állítani. De itt is megvannak, tehát igen. Hogyha nézzük itt a védőket, és akkor látjuk azt, hogy Varga előtt elmegy ez, ugye itt van Mijatović, egy védő, ki ott fogja Varga, látod, és ő se ér középen nincsenek vissza se. Budovinski, Luke, és egyelőre hárítanak. Budovinski, ez is lepattan Bertusról. Foxy tehát. Rados jön, rosszul jön Rados, és gól, Dosszó a gólszerző. Kapus hiba, 2-1, 89. perc. Úgy láttam, hogy Dosszó fejelte be. Radanovićot látjuk a képen, megnézzük a lassításban. Gólját szerezte a bajnokságban. Érezte az irányt a kapus, de védeni nem tudott. 84. perc. Dosszó lép el Molnár mellett. Lehetősége számtalan más a Ferencvárosnak is. Itt egy újabb ferenci fejes, aztán ugye volt kipattanóból Pölöskeinek is lehetősége. Aztán jött az első.